Istentől ihletett írás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Timóteushoz írt második levél, 3. fejezet, 16-17. vers. Szeretsz olvasni? Gondolkodj el, van-e ismereteid szerint olyan könyv, ami tanít, néha megfed, segít ahhoz, hogy jobb ember legyél, megvigasztal és bátorít, néha még súg is, hogy mikor, kinek, mit tegyél, hogyan segíts és hogyan bocsáss meg. Nem tudsz ilyen könyvről? Elhiszem, mert nincs ilyen. A világ összes könyvtárában fellelhető millió és millió könyv között nem találsz egyetlen egyet sem, ami a fentiekre képes lenne. Kivéve egyet. Ez a Biblia. Hogyan képes mindenre egyetlen könyv? Mert Isten ihlette. Ő inspirálta íróit. Átitatta őket isteni gondolatokkal, akik aztán emberi nyelven leírták azokat. Mikor olvastad utoljára? Vedd le a polcról, kezd el még ma olvasni, és tapasztald meg, mire képes. Nagymamámtól hallottam az alábbi kis verset, ő meg talán az ő nagymamájától. Gondolkozz el az utolsó során. Bibliaosztás. Bibliát osztok az iskolában szét. Akinek nincs még, nyújtsa a kezét. Sok kis kéz nyúl, vékony hangon kiált, kérek én is Bibliát. Oly kedves, oly szép, megható-e kép? Csicsergő madár kedves énekét zengi tavaszba e sok kis ajak, így táplálkoznak a fecskefiak. Gyerekek, ez a könyv drága kenyér, a világ minden kincsével felér. Aki olvassa, megáldja az Úr, mellette marad élettámaszul. Nézik, lapozzák, míg osztom tovább, egyszer csak elfogynak mind a bibliák. Mindenki boldog, csak egy kislány fakad sírva. Jaj, nincs bibliám! Vigasztalom, míg lassan könnye hull. Úgy érzem, hogy ott fönn megszólal az Úr. Akkor lesz boldog ez a nagy világ, ha sírni tud, hogy nem kap Bibliát.